Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Az előzetesben sztárok a stúdióba. Itt van Fegya és itt van Kero. Két ilyen sztárt korán reggel fölébreszteni, az nem semmi. Ez a Pirkadatnak az extrája. Egy politikai magazinműsor mit ér a hétvégén a szabad előtt, ha nincs benne egy kis kultúra. Hány éve dolgoztok ezen? 9. Igen. 9-10. Fegyának meg 2014 kellett... 2013. 13, igen. 13-ban jelent meg először Kálai István barátom, drága Pista bácsi, ezzel az ötlettel, és szerintem akkor rögtön el is vitte hozzá, fel is hívtunk téged. Igen. Is. Általában ez így szokott lenni, hogy kapok egy telefont, érted? És a Pista bácsi, amikor nekem telefont először, az 2004-ben volt, és amikor találkoztam, kiderült, hogy egy új műzikerről van szó, Mennyasszony tánc. És nem, ez a... Mennyasszony tánc. És 2000, és 2006-ban volt a bemutató, több mint 10 évig játszottuk a darabot, több mint 200 előadást játszottunk le, úgyhogy Pista bácsi nekem a tekintetben egy szent ember. Úgyhogy amikor másodszor hallottam ezt a hangot, akkor tudtam, hogy érdemes a Pista bácsival leülni, beszélgetni, és hát mondjuk nem 2 évet kellett várni, hanem sokkal többet, de az a fontos, hogy már úgy néz ki, nagyon közel állunk. Na de Fegya, te ezt már annyiszor elsugtad nekem. Én már meg is álmodtam, hogy milyen kínai, milyen izraeli turnékat lehet ebből csinálni, és utána hogy fog Amerika a lábaitok előtt feküdni. Hát akkor most ez valóra válik? Most már tuti? Ez most már úgy néz ki, hogy nagyon közel áll, és hát miután mindenképpen a Kero abból indul ki, és amikor volt a sajtótájékoztató, az első, amit azt mondod, addig nem nyugszunk, amíg nem kerülünk Amerikába vagy Izraelbe. Jó, a sajtótájékoztatóra nem voltunk hivatalosak, mi viszont úgy döntöttük, hogy ez annyira fontos, hogy a nézőinknek tudni kell, hogy a Kero újabban külföldön népszerűsíti magát gőzerővel, hogy szükség van rá itthon is, és hogy akkor elmondja Kero, mikor, hol, és áruljátok már el a darabnak, kit láttunk a képen az előbb, és miről szól a darab, mert én tudom, de hát hogy tudja a közönség is, hogy mi vár rá. Ez egy rettenetesen izgalmas előadás lesz. Ugye nem titok, hogy valamilyen furcsa és érdekes módon ez a Hegedűs a háztetőnek a folytatása ott kezdődik, ahol az véget ér. Tulajdonképpen egy kivándorlási hullám pillanatában vagyunk, ahol egy helyes zsidó fiú, Lőb, aki később Lévi lesz, kivándorol Amerikába, Németországból, mert nem nagyon tud beilleszkedni Buttenheimbe már tovább, és ott először New Yorkba kerül, aztán Kaliforniába, és vannak tervei, mert ez egy tehetséges, izgalmas rác. Mindenféle problémákon keresztül Kaliforniába kitalálja, hogy vitorla vászonból készüljön a farmer nadrág, a jó nadrág, a blue jeans. Ez a történet. És ebben természetesen főszerepet játszik egy ogyesszai rabbi. Milyen furcsa az élet, hogy
1944-ben kitalálják, hogy ogyesszai rabbi, és ma ennek, hogy Ogyesszából kivándorol egy rabbi, milyen furcsa és érdekes és ma is mindenki Ogyesszát akarja. És van egy fantasztikus dal, amit fantasztikusat írt Fegya, és óriási szöveget írt hozzá Sziámi. Tehát egy csodálatos, ez a Zakson. Ugye érdekes címe van, nem, hogy Zakson. Ezt érek az ogyesszai rabbi, és ez is benne van a darabban, és van benne szerelem, és van benne harc, és vannak benne aranyások, és vannak benne banditák, és az egész arról szól, hogy újra kell tudni kezdeni, neki kell tudni menni a világnak, meg kell valósítani magunkat. És ha megnézzük, hogy igazából véve Amerikában hogy született mondjuk a film, mondjuk a Mi történt Hollywoodban, kik hozták létre Hollywoodot, a Broadway-t. Valahonnét Magyarország északi részéből. Hát igen, valami cukor, zsidó. Hát igen, szóval, hogy ez a zsidó kivándorlás Amerikába meghozta az amerikai álomnak és az amerikai gondolkozásnak azt a központi magját, ami mind a mai napig tulajdonképpen ott van egyébként minden amerikai filmben. Na most erre törekedtünk, hogy ez a musical, ez egyrészt valóságos történeten alapuljon, másrészt mégis megvalósítsa azt az álmot, hogy igen, van értelme küzdenünk, van értelme előre mennünk, mert a végén, ahogy Fegya csodálatos zenéje, a dolgok sikeré válnak. Na de hát Fegyasza ott született azon a tájon, az anyateje szívta magába a zsidó zenét, majd Magyarországra házasodott, és akkor az Operett Színházba népszerűsítette magát, addig, ameddig ma már egy önálló ikonja lett a zenéjének, meg az együttesének, meg a mindennapjainak. Nyáron a szabadtéri színpadon is Bán Teodóránál is majd találkozhatunk vele, ugye? Igen, május 24-én. Akkor ezek szerint jók az információm annak ellenére, hogy te titokba tartod, de van nekünk egy Bán Teodóránk, aki minden titkok tudója. Ki lesz a jelmeztervező? Mert itt vagy mindenki csak farmerba lesz? Hát a végén van egy farmer revű, ahol farmereket hordunk, de azért nem. Horváth Kata a jelmeztervező, és a díszleteket Rákai Tamás készíti, aki most jelen pillanatban az egyik legizgalmasabb és legkurrensebb díszlettervező. A rendező természetesen. Hát a rendező az én vagyok. De szerénységed. Na és mindez ki fog otthont adni ennek a darabnak? Nagyon érdekes. Azt is mindenképpen meg kell mondani, hogy ez a vonzó név, ez a Levi's, Levi, és eleve az, hogy egy világhírű név, a maga nemű a Jeans, az egy világhírű név, akárhova az ember elmegy, hát Kínától kezdve London, Afrika, stb. És mi az érdekes, nem született egy mű, se színházba, se zenébe, se könyvbe. És eleve az, hogy a Pista bácsi ezt megérezte, ez egy olyan fantasztikus érzés, hogy itt van egy világhírű név, és meg hol fog ez a név világhírűvel lenni? Magyarországon. Gondolom, de hát ehhez meg kellett, hogy ez az úriember szülessen ott, ahol született, kellett, hogy legyenek a világégések, el kellett, hogy menjen új bevándorló legyen Amerikába, Ogyesszának is lennie kellett. Ki fog otthont adni a darabnak? Nagyon érdekes, hogy három bemutatónk is lesz. Egyrészt Siófok 2022. július 15-16-án a siófoki szabadtéri színpadon. Nagy szeretettel várunk persze. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ugye tudják, a történelemért érdemes Siófokra is elmenni. A második ilyen nagy bemutató az persze Fertő Rákoson lesz. Augusztus 26-27-én, szinte ott már fél szabad tér, mert az egy barlangszínház, és a kőszínházi bemutatónk pedig szeptember 30-án lesz a Veszprémi Petőfi Színház koprodukciója tulajdonképpen az egész darab, a Pesti Broadway Alapítvány és a Veszprémi Petőfi Színház közösen hozzák létre tulajdonképpen az előadást. Sőt, annyira izgalmas a dolog, hogy Oberfrank Pali, aki a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, még el is gondolkozott, ugye volt egy ideiglenes címünk, a Farmer Király. És ezt is nagyon szerettük, de kicsit az volt a bajunk, hogy a Farmer Királyról egy picit a Tehenészek jutottak eszünkbe, meg a Dallas filmsorozat, és kerestünk másik címet. És Oberfrank Pali fejéből pattant ki, hogy legyen Levi Story. És most Levi Story már a címe,
ennek, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy valóban eljutunk Izraelbe is, Amerikába is, de elsősorban a magyar nézők sokaságához. Kedves nézőink, természetesen adáson kívül elmondom majd két vendégünknek, hogy ma már az Erkel Színház is befogadó színház, és hogy a budapestieknek ne kelljen csak vidékre, most elmennek Siófokra, elmennek Fertődre, elmennek majd a befogadó színházba, és bízunk benne, hogy utána sorozatban majd az Erkel Színházba is, ami ma már napjainkban egy befogadó színház, tessék az operával kapcsolatba lépni, és már is a díszletek kényelmesen elférnek, és egyszerre sokan be tudunk jönni, és úgy tudunk tapsolni, hogy az olyan legyen, hogy mindenki meghallja, még a Holdon is, hogy a Farmer királyt, illetve a Lévi sztorit játsszák Budapesten. Az előzetesben kit láttunk? Ez egy régi felvétel, azt hiszem... 2015-ös felvétel. Úgyhogy régi felvétel, és az egyik szereplő, az mindenképpen a Szabó P. Szilveszter, ő lesz a Davidovics. Már alig várja azt a szerepet, nagyon-nagyon beleélte magát a szerepbe, és... A másik pedig Peller Arancsa. Na most, hogy a darabot érezzék az emberek, mert akkor, amikor valamit Keró rendez, akkor a színpad általában kicsi szokott lenni a sok szereplőnek. Gondolom, hogy itt lesznek táncosok, lesz kar, lesz a világon minden. Az az igazság, hogy azért a központi dolog az a főszereplők, mert ugye Lévi Strauss az véletlenül Fegyának a kedvence, Kerényi Miklós Máté lesz. Ezen a bizonyos koncerten, amit a Margit-szigeti szabadtéri színpadon adnak a Fegyáék, a Klezmer Band és Fegya. Azért fogják énekelni. Ezen is énekelnek. Az egyik számot fogják énekelni. Az egyik számot énekli. Én csak megmondom önöknek, hogy ott már csak a matinéra, illetve forduljanak Bán Teodorához, talán protekcióval még lehet egy-két helyet kapni. Az édesanyját Szulák Andrea fogja alakítani. Szabó P. Szilveszter lesz Davidovics rabbi. Davidovics rabbinak van egy lánya, akit egyébként fiúnak öltöztetve próbál át csempészni a határokon. Őt Kartfi Ajsa alakítja. Horváth Dani lesz az ellenfél, egy német, nagyon antipatikus srác, aki különben élőben nagyon szimpatikus. Aki élőben egy helyes ember, aki szerelmes a húgába, a Lévinek a húgába, és ezért ilyen, de ő és a húgot pedig Haraszti Elli alakítja. Ő egy fiatal, nagyon tehetséges veszprémi srác, Keller Marci játssza Slomó szerepét, azt a Slomót, akit itt Szabó P. Szilveszter alakított még, de hát az idő telik, múlik, Szabó P. Szilveszter Slomóból Davidovics rabbává. Kedves nézőim, Keró semmit nem vesztett fényéből, sőt a külföldi szereplések csak fényesítették őt, és természetesen Fegya Jávori Ferenc, a két gyermekes családapa is változatlanul a teljesítmény csúcsába van. Készüljenek a premierre, készüljenek az előadásokra, és álljanak sorba a jegyekért, hogy kénytelenek legyenek az Erkel Színházba is bemutatni, ahol egyszerre több ezeren is elférnek. Kínában már gyűjtik a pénzt a jegyekre, Izraelbe és szerte a világon. Legyenek önök az első. A premierről néhány képet majd adunk, hogyha lemaradtak volna róla. Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy a Pippenes vendégei voltak. Shabbat shalom. Shabbat shalom.